Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a Gólcer Intézet harmadik kerekasztal beszélgetésén meghívottaimat és a beszélgetés résztvevőit, ABC sorrendben Gellért Ádámot, a Clio Intézet társad vezetőjét, Paksa Rudolfot, a Vesett Tudományi Központ Történető Tudományi Intézetének a munkatársát, és Pap Istvánt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főosztályvezetőjét. A Gólcer Intézetnek ez a harmadik kerekasztal beszélgetése a horthy-kori antiszemitizmusról szól. Nyilvánvaló, hogy amint a korábbi beszélgetések is, sokkal több témáról fogunk nem beszélni, mint amiről beszélünk. De talán lehet remélni, hogy mindaz, amiről nem beszélünk, az inkább talán felkelti majd a kedves nézők további érdeklődését. Mielőtt első kérdésemet szegezném a résztvevőknek, egy nagyon általános párperces felvezetőt mondanék a horthy-kori zsidóság legalapvetőbb jellegzetességeiről, részben talán azért is, mivel az antiszemitizmushoz, mint tudjuk, nem nagyon kell zsidó, így aztán ebben a történetben a zsidók tárgyai, vagy talán csak elszenvedő alanyai lesznek, de semmiképpen sem cselekvő ágásai. Így aztán egyfajta háttérként egy pár alapvető szót mondanék. A zsidók 1910-ben a dualizmus utolsó népszavazása idején 911.227 főt számláltak, és itt jelzem, amikor zsidóról beszélek, akkor zsidó vallásról beszélek, természetesen a népszámlálások is ekkor még csak ekképpen beszéltek a zsidókról. 1920-ban ez a szám lecsökkent 473.000-re. A részarányuk viszont 5%-ról 5.9%-ra nőtt. Ez a részarány az sokkal kisebb volt, mint Lengyelországban, sokkal több, mint Csehszlovákiában, hogy egy ilyen általános keretet is adjak. A zsidóságnak a népesség a horthy-korban folyamatosan csökkent, alapvetően a kevés gyermeknek. 1930-ban már csak 444.000 zsidó volt, ami a teljes lakosság 5.1%-ának felelt meg, és 1941-ben a trianoni határokon belül már csak 400.000, a visszacsatolt, visszafoglalt területekkel együtt 725.000. A település szerkezetet illetően a magyarországi zsidóság urbanizációja ebben a korban is folytatódott, és a 1920-as években már a magyar zsidóság 56%-a volt városlakó. Közülük nagyon nagy arányban Budapesten éltek. Budapesten élt az ország zsidó lakosságának negyede már 1910-ben, ez 20-ban már 45% lett. Akkor 215.000 zsidó volt Budapesten. Ezután azonnal egy óriási különbséget tapasztalhatunk. Legnagyobb zsidó közösség Miskolcon volt 11.000 fővel, Debrecen 10.000-rel, Szeged 7.000-rel. A horthy-kori zsidóság már szinte teljes mértékben akkulturálódott és magyarosodott. 1920-ban a magyarországi zsidóságnak már 95%-a vallotta magát magyar agyonerőnek a népszámlás idején, ez 77% volt 1910-ben. Ez természetesen azzal is erősen összefüggött, hogy a Trianon miatt a magyarországi zsidóság elvesztette az ortodoxia fellegvárait, egyfelől az Oberlandnak nevezett északnyugati területe, és még inkább az észak-kelet Magyarország részét. Ez azt jelentette, hogy szinte megszűnt a magyarországi zsidóság körében a haszidizmus, és megszűnt az ortodoxiának a szellemi fellegvár intézménye, vagyis a jesivák. A jesivák 80%-a határon kívülre került. A foglalkozási szerkezet alapvetően nem módosult a dualizmus korához képest. A keresők zöme modern gazdasági szektorokban dolgozott, kereskedelmi, ipar, hitelszervezet, szabadértelmiségi pályák. És természetesen alig voltak zsidók az őstermelésben, tehát bányászatban, mezőgazdaságban. Összességében a zsidók gazdagabbak voltak,
mint az ország keresztény lakossága. 1930-ban az évi 100 000 pengőn felüli adózók 58%-a volt zsidó. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, természetesen ugye a zsidóság egészét tekintve a népesség megrekedt valamiféle tisztes kispolgári szinten, és nem csak nagyon gazdag zsidók voltak természetesen, hanem mondjuk a bőrtiszműveseknek 40%-a volt zsidó, a nyomdászoknak 22%-a, szabóknak, varrókölyöknek 20%-a. A vegyes házasság folyamatosan emelkedett ebben a korban, ami különben is zárójelben egyfelől mutatja a zsidó és nem zsidó lakosság viszonyát is. 1930-as évek elején a férfiak, a házasuló zsidó férfiak 19%-a vette keresztény nőt, és a zsidó mennyasszonyok 16%-a ment feleségül keresztény férfihoz. A kikeresztelkedés az nagyon jelentős volt, jelentősen, mint bárhol máshogy Kelet-Közép-Európában. 1919 és 1942 között majdnem 47 ezer zsidó hagyta el közösségét és vallását. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor fele élénkülőben volt a zsidó közélet, feltehetően nem kis részben az erősödő antiszemitizmus hatására, mert ez egy régi vita a zsidó történetírásban, hogy milyen viszonyt lehet felállítani erősödő antiszemitizmus és zsidó identitás között. Mindenesetre ekkor jöttek létre a körzeti zsinagógák Budapesten, sokkal fokozottabb arányban látogatták a zsidó intézményeket, felolvasásokat, könyvtárakat. Létrejött 19-ben a pesti fiú majd leány gimnázium, 21-ben Debrecenben, 29-től újra működött az izraelita magyar irodalmi társulat. Alapvető különbségként is azáltal be is fejezném, Lengyelországgal, Csehszlovákiával vagy Romániával egyfelől a roppant gyenge cionizmus volt, és másfelől az autonóm, modern, szekuláris jidis vagy héber kultúrának a szinte teljes hiánya. Ennyit mondanék akkor erről ezekről az alapvető jellegzetességekről, és akkor talán visszakanyarodva a korszakunk elejéhez, elsősorban ugye itt állunk a fehér terror kérdésével, ami egy alapvetően új fejezet a magyarországi zsidóság életében. Korábban erőszak magyarországi zsidóság történetében természetesen Tiszaeszlár idején volt, majd még korábban a 48-as forradalom kitörésének első hónapjaiban. És akkor Gellért Ádámot kérdezném a fehér terrorról. Egyfelől pár talán alapvető jellegzetességeit illetően, vagyis az országnak mely területein volt jelentősebb és hol volt gyengébb. Mit tudunk arról, hogy hol volt mennyire spontán, hol volt mennyire szervezett? Ez a két kérdésre kezdeném, utána lennének még etekintetben további kis kérdések. Én is üdvözlök mindenkit. Elsőképpen jó, ha időben elhelyezzük az eseményeket. Fehér terrornak az eseményét nagyjából 1919. június-júliusától számítjuk, és nagyjából 1921. novemberig tartó időszakot tartjuk ennek, mert ezzel kapcsolatban is vannak különböző más megbeszélések, amik egy későbbi időszaknak a lezárásáról is hírt adnak. A fehér terrornak már a maga a szó is magyarázatra szól, hogy mit értünk ez alatt, hogy ez a vörös terrorral szemben, ez főleg az oroszországi polgárháborúból, a vörösök és a fehérek közötti szembenállásból jön, mert ez a szó már 1919 elején megjelenik a magyar sajtóban, és a vörös terror miatt főleg a kommunisták által elkövetett bűncselekményeket kell érteni, a fehér terror minden, ami ezzel szemben történik. És ez a szóhasználat, ez Magyarországra is átcsap, és már fehér terrorról effektíven nem is beszélhetünk Magyarországon, akkor a tanácsköztársaság alatt mindenfajta ellenforradalmi mozgalmat, illetve kezdeményezést a fehér terrornak valami megnyilvánulásának tartanak elég eufemisztikusan. Amikor magáról a gyilkosságokról és atrocitásokról beszélünk, amikor ezek elkezdődnek 19 nyarán, akkor ennek a szónak az értelme az tényleg a kegyetlenkedésekre és gyilkosságokra tevődik át. De ez nagyjából, ha számokról beszélünk, ugye mindig a számoknak a fogságában vagyunk. És mindig csak az... Máig egy folyamatosan vitatott kérdés. Ami nagyon leplezi néha a valódi lényegét az eseményeknek.
A Tiointézet kiadott egy évvel ezelőtt egy munkát, ami összegyűjtötte a Magyar Nemzeti Hadsereg különböző egységei által elkövetett gyilkosságoknak a számát, és az áldozatoknak a számát, ez 680 fő, 19. augusztus 1-ét, a Tanácsi Köztársaság hivatalos vége, és 1921. november vége, tehát a közkegyelmi rendeletnek a végéig. Azonban, ugye itt már a címből is kiderül, hogy ez csak a Magyar Nemzeti Hadseregnek, tehát a reguláris, illetve a Magyar Nemzeti Hadsereghez valamilyen akszalírásan csatlakozó, irreguláris egységet által elkövető bűncselekményeket tárta fel a szerző Kóródi Máté. Ettől függetlenül, hogy a kérdésedben is felmerült, voltak olyan spontán pogromok, gyilkosságok, nemi erőszakok, rablások, amiket nem vettünk föl, tehát az áldozatoknak száma valószínűleg nagyobb lehet. Mennyivel? Akár becsés szintén. Ez akár a duplája is lehet, ez önmagában sokat nem mond el, mert ezek mind az időben változtak ezek a számok, tehát ha megnézzük 19. augusztusában a Fehér Terror összes általmutatott áldozatának a fele 19. augusztusában halt meg, és ezeknek a legnagyobb többsége a Tanácsköztársaság volt valós vagy vélt funkcionáriusai, illetve vélt vagy valós zsidó prominensei voltak. Van-e felmérés arról, hogy hol estek áldozatul olyan zsidók, akinek nyilvánvalóan az égvilágon semmi köze nem volt a Tanácsköztársasághoz? Ugye van a nyilvánvalóan Tanácsköztársaságban részt vett szerencsétlenségére esetben zsidó, és van mondjuk a zsidó kereskedő, akit megölnek a zsidó. Nagyon sok ilyen eset van. Legtöbbször elég volt egy feljelentés, nagyon sok olyan korabeli beadványt lehet olvasni egészen a prumai zászlónak a megmaradt iratai közül, amikor egy falunak a néhány lakójaira egy kézzel írt, tényleg alig olvasható, most már alig olvasható száz évvel az események után egy feljelentés, hogy tessék ebbe a községbe jönni, mert XY kocsmáros kiszolgálta a vörös katonákat, és akkor oda mennek, és vagy nagyon csúnyán megverik, vagy teljesen kirabolják, vagy valamilyen atrocitást követnek el vele szemben, vagy a falu egészével szemben, ami ilyennek számítható. Pontos számokat, hogy ki volt a kevésbé bűnös, sokkal bűnösebb, ártatlanabb, tehát mindenképpen itt egy 19. augusztusában főleg a Magyar Nemzeti Hadsereg egységei általi szervezett gyilkosság sorozatról beszélhetünk, ami nagyjából 19. szeptember elejéig, főleg az Antant képviselőnek a beavatkozása miatt megszűnik. Nagyjából, hogy említettem, a Fehér Terror áldozatának a fele ekkor hal meg, és egészen 21. novemberéig tartanak még a gyilkosságot, egy teljesen más intenzitással. 19. szeptemberében egy nagyon nagy csökkenést láthatunk, majd október novemberében nagyjából 100 embert gyilkolnak meg, főleg Kecskemét környékén. És ugye kérdezted, hogy milyen területi, hogyan nézett ennek ki a mintázata. Ahogy a nemzeti hadseregnek az egységei átkelnek a Dunán és a román hadsereg mellett, ilyen komplementerű jönnek és foglalják el a területeket és veszik át az adminisztratív hatalmat, nagyon jól lehet követni az egységeknek a menetéből, ahol a gyilkosságok történnek. Tehát 19. augusztusában mondjuk a különböző vadászászlójak, a különböző tisztulatú csoportoknak, akiket mobbet is így hívják, az atrocitásai, azok teljesen komplementerek azzal, ahogy a Magyar Nemzeti Hadsereg az egységei mennek. Néha ugye pogromokat szítanak, tehát vannak ezek a propaganda egységeknek az egyik célja az, hogy a nemzeti érzést újra fellobbantsák, illetve hogy ezeket a bűncselekményeket ne csak a saját katonáik által, hanem valahogy így outsourcelják a népesség közé. Ez mennyire sikerült? Ez nagyon sok helyen nagyon jól sikerült, és nagyon sok esetben például a nyugati ország részben a nemzeti hadsereg más egységének kellett rendet tenni, mert ugye nagyon fontos volt már szeptember elején is, főleg a békeszerződésnek a megkötése szempontjából, hogy az új hatalommal fajta nyugalmat és közbiztonságot árasszon, és a Fehér Terrornak ezen a jelenségnek nem csak a zsidókkal szemben, hanem mindenünk olyas valakivel szemben, aki Tanácsköztársaságban exponálta magát, hogy ezt gondolták róla, velük szemben történt. Tehát a konszolidációnak, korai konszolidációnak, ami a legalapvetőbb közbiztonságot jelentette, az volt az egyik feltétele, hogy ezek az atrocitások megszűnjenek, vagy legalábbis olyan szintre csökkenjenek, amit már a nyugati sajtó, vagy a bécsi emigráns sajtó ne fújjon föl az ő szempontjukban. Mennyire, mit tudunk arról, illetve mennyire változtak az ismereteink az elmúlt évtizedekben, hogy mennyire volt ez felülről szervezett, követett, jóváhagyott, szorgalmazott? És itt természetesen a kérdés, hogy Horthy, ez a örök kérdés. Mit tudott, mennyire hagyta jóvá, stb. A
el kell szomorítanom a hallgatókat meg a nézőket, legtöbbször írásbeli parancs arról, hogy valakit vagy valakit ki kell végezni, meg kell gyilkolni, a legritkább esetben van. Szerencsénk ebben az esetben van egy ilyen irat, egy 1919. augusztus irat. Ezt egy évvel ezelőtt találtam a hadtörténelmi levéltárnak az iratai között, amit szisztematikusan nézünk át az intézetben, ahol egy írásbeli, egy szóbeli parancsra hivatkozva írásba adja az egyik tisztolható egység, hogy ők a Magyar Nemzeti Hadsereg egyik osztályának a vezetője parancsából szabad kezet adtak, hogy a kommunista gyanús egyéneket mindenfajta formális eljárás nélkül kivégezzék, ebben az esetben nagyon lőtték, illetve felhasztották őket. Ez a kérdés ugye az, hogy 19. augusztusában járunk, minden ilyen átmeneti időszakban az ilyen statáriális, ez még csak statáriális eljárás sem volt, tehát semmilyen formális ítélet nem születik ezekben az esetekben, hanem vagy iszonyatosan megverik és felakasztják, vagy pedig más bestiális módon meggyilkolják az eseményt, meggyilkolják ezeket az embereket. Nagyon sokszor a környező közösség vagy falu embereinek a szeme láttára. És ugye ez is egy olyan negatív érzést vált ki az emberekből, amit egy idő után rájönnek, hogy nem jó, hogyha ilyen nyilvánosan csinálják. Tehát az augusztus első fel arról szól, hogy a népítéletekkel tarkított tömeggyilkosságok vannak, amiket egy idő után beszüntetnek, mert nem csak fényképnek készülnek erre, hanem a szemtanúk egyes beszámolói eljutnak külföldre, eljutnak a bécsi akkor kezdődő emigráns sajtónak a hasánja, és ami a nemzetközi, az új hatalom, tehát a Horthy rendszernek, az Horthy rendszerről nehezen beszélhetünk ekkor, akár később sem. Tehát az új rendszernek a képülése szempontjából rendkívül rossz sajtos, nekik mindenre szükségük van, csak erre nem, és emiatt ugye beszüntetik ezeket a dolgokat. Horthynak a felelősség az egy rendkívül szertágazó kérdés. Itt talán a somogyi vacsúgyilkosságot lehetne említeni, de még ha kicsit korábban visszamegyek, Horthy mindent megtett annak az érdekében, ha a sajtót olvassuk, akkor mindig a béke, a rend pártján áll. Azonban, hogyha azokat a beadványokat olvassuk, amiket mondjuk a fonyódi tömeggyilkosságnak, a fonyódi gyilkosságnak az elkövetőivel szemben gyakorol, akkor azt látjuk, hogy mindent elkövet azért, hogy a bűnelkövetőt ne kerüljenek a bíróság elé. Ezt adminisztratív, illetve a bíróságban befolyásoló beadványaival próbálja meg elérni, és az egésznek a vége az, 1921. novemberében egy olyan közkegyelmi rendeletet hirdet, ami a fehér terror elkövetői legnagyobb részének közkegyelmet ad. És utána ez a gyakorlat az egész Horthy korszakot nagyon jellemző lesz, tehát minden egyes esetben, amikor ilyen atrocitások történnek, akkor nagyon sokszor egy közkegyelmi rendelet születik, amit ilyen blankettális módon alkalmaznak, és több száz gyilkos, illetve erőszaktevő kerülhet vissza a társadalomba. Legtöbbször még úgy is, hogy semmilyen becsületügyi vagy más probléma sem érjük. Még az áldozatokról, hogy egy szót is szóljunk, tudjuk, hogy voltak egyes helyeken, jól emlékszem, hogy a tízszemedben, de ahol nem jelöszak, ez mennyire volt? Tehát az áldozatoknak a nemi eloszlása, mennyire esek áldozatok nők is, mennyire volt gyakori, illetve ritka a nemi erőszak? Az áldozatot akkor össze definiálni kéne, tehát ha csak az emberölések egy gyilkosságot nézünk, akkor ott 95%-ban férfiak esnek áldozatul. A nőkkel szembeni szexuális bűncselekmények azok nem csak most, hanem akkor talán még jobban felderítetlenek, bevallatlanok maradtak. Díszerű is csak azért, mert volt egy bírósági eljárás, és ott ugye ezek köztörvényes bűncselekményeknek számítottak, ezért ott az eljárást lefolytatták, és ott valóban voltak bestiális szexuális bűncselekmények. Valószínűleg előfordultak ilyenek. 1918. novemberéből is tudjuk, amikor nagy népi megmozdulások voltak falu, illetve városokban, akkor is történtek zsidóellenes atrocitások, és azért hoznám csak ezt ide, mert ugye a fehér terror nem csak úgy a semmiből, és az antiszemitizmus, ha már ugye ez a beszélgetésünknek a témája, nem csak úgy a semmiből mindenfajta gyökér nélkül történnek, hanem az első világháború vége óta egy olyan asszimiláció ellenes, talán mozgalomnak nem is hívhatnám, de olyan asszimiláció ellenes hangulat alakult ki az országban, ahol az elkeseredettség, az alultápláltság és a közbiztonságnak a lerondása azt eredményezte 1918. novemberében, hogy szó szerint 10 000-ével rohanták meg az emberek 18. novemberében a gazdagokat, a kereskedőket, akik közül nagyon sok zsidó volt, egész utcákat fosztottak ki, és a közbiztonság az 2-3 hétre teljesen összomlott az országban. És ezzel az eseményről nagyon nem szoktunk beszélni, ez mind felszínre hozta azokat az antiszemita, kapitalizmus ellenes
politikai jelszavakat, amiket nagyon jól le tudott szorítani az osztrák magyar monarchiának a csendőrsége, karhatalma, illetve a sajtócenzúra, de ahogy a háború véget ért, ez egy olyan robbanáshoz vezetett, ahol nagyjából egy év alatt, tehát 18 november és 19 augusztusa között rengeteg ember esik áldozatául brutális erőszaknak. Tehát a zsidó ellenes erőszak az nem 19 augusztusában történik, és nem is beszéltünk a tanácsköztársaságnak a zsidó ellenes vörös terrorázatai között is nagyon sok zsidó volt, tehát az antiszemitizmusnak nagyon sok fajta mintázata jelenik már meg 18 végén, illetve 19-ben a vörös terület, a fehér terror alatt, tehát a fehér terror csak egy kis szelet ennek az erőszakulának. Még csak egy utolsó kérdés, hogy ugyanúgy az antiszemitizmus nem sem recepcióját, illetően, hogy amikor különítményesek megvertek, netán megöltek zsidókat arról, mit tudunk arról, hogy a helyi lakosság ehhez hogy viszonyult, amennyiben látta és tanulja volt? A Fogyódi esetet tudom példának hozni, amikor megjelenik, először is nagyon sok embernek fegyver van. Tehát nem csak azért, mert amikor a katonák hazajöttek, akkor egy részük nem adta a fegyvereket, nagyon sok embernél van vadászfegyver, a közbiztonság borzasztó állapotban van egész 18-19-ben, tehát nagyon sok ember fel van fegyverkezve. Ennek ellenére, amikor egy katonai alakulat megjelenik, és összedobolják, hogy mindenki jelenjen meg a piac téren, ugye a dobolás, kidobolása volt ezeknek az eseményeknek, az itt nagyon fontos dolog, és fenyegető módon körbevesznek, kihúzzanak néhány embert a házból, és őket felakasztják, vagy felakasztatják, akkor itt a legkevésbé várható el, hogy ezek az emberek bármifajta ellenállást tanúsítsanak, nem is történik ilyen. Vonakodva legtöbbször a legnagyobb probléma 19 augusztusában, hogy nincs kötél, amire felakasztják az embereket, és akkor egy falusit szalajtanak az adócsboltba, hogy hozzon valami hurkolt, zsineget, drótot, ami a legtöbb esetben nem végzi a feladatát. Ez is így volt, rendkívül felkészületlenek voltak az elkövetők. Ez is egy tanulási folyamat volt, megint bármilyen abszolút módon is hangzik. Nagyon sok ember szemben indul eljárás 19 végén, akik ilyen segédeszközöket hoztak, kényszerfenyegetés hatása alatt. Azok a pogromszerű események, amikre sor kerültek, ott voltak olyan elkövetők, akik valóban tevékenyen és aktív alakító módon részt vettek ebben, de a különítményes gyilkosság, a legtöbb esetben a falu passzív szemlélőként nézte ezeket az eseményeket. Akkor kicsit átmennék a fehér terrorról politikai eszmei kérdésre, és akkor zárójelben megjelezném, hogy az elején nem beszéltük arról, hogy definiáljuk az antiszemitizmust, amit lehet, hogy ugyanolyan meddő talán, mint ha mondjuk, ha bele mennénk abba a kérdésbe, hogy mit értünk asszimiláció alatt, ami mely utóbbi kérdés szerintem máig egy probléma, és nagyjából teljesen egymásnak ellentmondó és értelmetlen módokon használjuk, így beszélünk az asszimiláció kudarcáról, ami szinte értelmezhetetlen fogalom. Az antiszemitizmust illetően a turizmus korán, még itt a felvétel előtt beszélgettünk erről, és említettem, hogy mondjuk Dóczi Lajosnak, ha valaki egy rossz indulatú megjegyzést tett általánosítom a zsidókra, akkor az antiszemitizmus volt. És persze kérdés, hogy honnan igazából az, tehát azt mondjuk elmondhatjuk, hogy antiszemitizmus az, aki a zsidós feltételez valamiféle eszencializált zsidót, tehát hogy egyáltalán az a szó, hogy zsidó az jelent valamit, annak van egy értelme, egy változatlan zsigeri inherens értelme, ez az értelme rossz, tehát van egy olyan zsidó, ez a zsidó rossz. De kérdés, hogy ez már antiszemitizmus, vagy onnantól beszélhetünk arról, amikor azt mondja, hogy ez a rossz, ez kártékony a többségi keresztény magyar társadalom nézve, mi esetükben, illetve amikor azt mondja, hogy cselekedni is kell, hogy ez ellen a rossz ellen valamilyen módon ellenálljunk. Ezeket a kérdéseket nyitva hagyom, Rudi akar, ha akarod, akkor válaszolhatsz rá, de tőled az a kérdésem volna, látsz-e, vagy hogyan tudnád megkülönböztetni a hordkori antiszemitizmus főbb irányzatait? Van értelme egyáltalán erről beszélni, amennyiben nyilván nem lehet igazán vegytanilag megkülönböztetni, hogy hol van vége a térfoglalás eszmélyiségének, és hol vegyül a faj antiszemitizmussal, illetve mennyiben volt alapvetően eltérés a
a kormányzati zsidóellenesség és a szélsőboldali antiszemita diszkurzus között. Sok kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy hosszú akadémikus vitákat lehet folytatni egy-egy fogalom körül. Ennek ellenére azért érdemes ilyen munkahipotézisekkel élni, amelyek nagyjából segítenek megérteni, hogy egy fogalommal körül mit értünk. Aztán utána tényleg a grammi súlyokon lehet majd elmélkedni, mint amit általában a bölcsészek szoktak. De a lényegi csapás irányokat azért érdemes kijelölni, hogy érthetőek legyenek a mondatok, amiket használnak. Azt érdemes tudni, hogy én kutatóként a magyar szélsőoldal történetével foglalkoztam többet, és az ő szövegeinket olvasva jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen a zsidósággal kapcsolatosan a szélsőoldalon belül két egymástól elkülöníthető típusa van annak, amit zsidó ellenségnek vagy antiszemitizmusnak nevezhetünk. Ennek fényében aztán meg lehet mondani azt is, hogy tulajdonképpen a Horthy korszak történetét tekintve kétszer van olyan fordulópont, amikor én úgy érzékelem az elém kerülő szélsőoldali és nem szélsőoldali, hanem annál szélesebb körű szövegekről, hogy valamiféle váltás történik. Az egyik az nagyjából 1919-20, tehát hogy ehhez a dátumhoz kötném, azzal együtt is, hogy az egyik mindig folyamatokról beszélünk, amik általában vannak előzményei, és aztán amikor flexibilitási pontot vált a függvény, akkor az nem a semmiből keletkezik, hogy ezt már nem is mondta. A másik ilyen fordulópont, azt meg így nagyjából 1938-ra tenném, és majd emellett is érvelet, aztán egy harmadik ilyen fordulópont, az a korszak legvége, azt nagyjából 1945 és utána a jövő időszakok. Az első fordulópont, a 19 előtti, de mondhatjuk, hogy az első világháború előtt és az első világháború után talán ez még jobb is, mint egy nagyon konkrét dátumhoz kötnénk, bár a 19 és a tanácsköztársaság egészen biztos, hogy kulcs szerepet játszik ebben a történetben. Szóval az első világháború előtti és utáni történetben nagyon látványos a különbség abban, hogy a hivatalos kormánypolitika hogyan gondolkodik erről a kérdésről, és ezáltal a mainstream sajtóban miket olvashatunk, amikor a zsidósággal kapcsolatos szöveget nézünk. Ezt úgy lehetne megkülönböztetni, hogyha nagyjából két dolgot választunk el egymástól. Az egyik csoportot, amit én mondjuk az egyszerűen antiszemitának nevezek, azt én úgy mondom, hogy tehát az antiszemita szövegeket azokat úgy lehetne definiálni, hogy az antiszemita szövegek jellemzője, hogy általánosságban zsidó idegenségről beszél, és ezt problémának látja. Ez egy generikus jellegzetessége minden olyan szövegnek, amiről azt mondjuk, hogy antiszemita. Ezzel szemben az első világháború előtt van egy olyan széles körben osztott politikai álláspont, a kormány politikája ezt jeleníti meg, hogy nem teszünk különbséget az állampolgárok között bizonyos kérdésekben, legalábbis azt szerint, hogy bizonyíták, vagy keresztények, vagy sem kereszténység, melyik felekezetéhez tartoznak. Tehát ez a fajta felekezeti vakság, ez az, ami megszűnik az első világháború után, és megjelenik egyértelműen egy olyan álláspont, amelyik egyre gyakrabban lát indokot arra, hogy a zsidóság idegenségét kiemelje, hogy ezzel valamiféle magyarázatot próbáljon meg adni politikai társadalmi jelenségekre. Ez az egyik ilyen elme a fordulópontra. A másik, hogy ha megnézzük ezeket az antiszemita szövegeket, amelyek a zsidóságnak az idegenségét hangsúlyozzák, és zsidó kijelölésről, zsidó problémáról beszélnek, akkor ezen belül ezeket a szövegeket nagyjából két típussal lehet osztani. Egészen pontosan nem is a szövegeket, hanem az ezekben előforduló érveket. Az egyik érvelés az azt mondja, hogy a zsidósággal az a probléma, a zsidóság idegensége addig probléma, amíg ők nem asszimilálódnak. És ennek az asszimilációnak különböző lépcsőfokait tudják elkülöníteni, amihez nyilvánvalóan hozzátartozhatnak olyan elemek, mint a nyelv átvétele, a vallásváltás, az öltözködési szokások és más egyéb zsidó szokásoknak
a leadása és az által nemzeti homogenizáció. Ezt az változatát az antiszemitizmusnak, amelyik azt mondja, hogy a zsidóság addig idegen, és az vele a probléma, hogy úgy idegen, hogy nem asszimilálunk kellőképpen, ezt én kulturális antiszemitizmusnak nevezem ezeket az érveket. Mert ő azt mondja, hogy asszimilálódhat. Tehát, hogy elvileg megadja a lehetőségét. Így van. Az elvi lehetősége szerintem megvan. Ez a zsidóság egyéni döntésén, vagy pontosan az egyes zsidók egyéni döntésén múlik, hogy ebben az asszimilációs lépcsőfokokon felhaladnak-e, és eljutnak-e a végcélhoz a magyar nemzetbe való teljes beugrásra. A másik típusú antiszemita szövegellenben azt mondja, hogy teljesen felesleges ezeken a lépcsőkön való felhaladgatás, mert ez mindig csak egy mimikri marad, mert az, aki egyszer zsidónak született, az biológiailag determinált, fajilag más, fajilag eltérő, mint a magyarság, és ezért semmiféle asszimilációnak nincsen értelme, a zsidóság mint probléma egyféleképpen kezelhető, elkülönítésre és aztán onnan pedig a magyarságból való eltávolításra. Ez több mindenképp kivelepítésre gondolom. Ugye itt a második világháború időszakában majd megjelenik a náci Németország irányából egy egészen más típusú elkülönítés és aztán eltávolítás, de itt még ezekben a szövegekben alapvetően arra gondolnak, hogy ki kell őket vándoroltatni. Tehát azt kell elérni, hogy kivándoroljanak. A kérdés, hogy hova az felmerül? Ha felmerül ez a kérdés. Ugye az egyik lehetőség az mindig az, hogy ilyenkor cinikusan azt mondja az ember, most az ami szerintem helyzetébe helyezkedve, vagy a szövegébe helyezkedve, hogy tök mindegy, hova menne, csak innen el. Ennél azért általában cizelláltabban szoktak gondolkodni, hogy szóval még ez a kérdés fölmerül. Például ahhoz azért ragaszkodnának, hogy ne is Európa más részeiben, mert szerintük Európa egészen az megrontatik akkor, hogyha az itt egész Európában idegenek a zsidóságra a zsidók, nem csak Magyarországon tettek, hogy Európa akarság kell távolítani. És hogyha megjelölnek ilyen pontot, akkor a leggyakrabban azt mondják, hogy a legjobb az ember, hogyha arra a területre mennének, ahol mint is tartoztak történetileg, és ott alatt esetben saját országot hoznának létre. Kiharcolnának ott egy saját országot, és ott élnének. Ez a legstandardabb válasz arra, hogy a kérdés egyáltalán így felmerül, és ami még egy érdekesség, ami felszokott gyakran merülni, az ezekben a szövegekben, hogy természetesen kivándorolnak, azért azt a vagyont, amit szereztek, azt itt hagyják, mert hogy azt Magyarországon szerezték, a magyar társadalmat is szerezték, ezért a magyar társadalmat illetik akkor is, hogy ők már nincs. Tehát, hogy ezek azok az elemek, amik ezekben a szövegekben megjelent. Tehát így lehet nagyjából el tudni mondani ezt az egyik kulturális és ezt a másik fajta biológiai antiszemitizmus. Na most, miközben mi ezeket így elkülönítjük érvekben, ha elkezdjük olvasni ezeket a szövegeket, amit az egyes konkrét magyar antiszemita szerzők írnak, akkor azt láthatjuk, hogy meglepetősen használják ezeket. Ez abszolút mértékben... Gondolom, hogy lesz egy vágás. Igen, az most videóban. Igen, ezt a megnyugodtan nézni. Akkor üljön, hogy legnyugodtan. Örülünk, hogy meg a közlés. Pont rá, hogy akkor érkeztem el. Ez effekteket betonnak. Igen. Na, hol tartottál, tudod? Igen. Vegyesen jelentkeznek az élve. Igen. Ez a meglepő. Tehát a kultúra és a biológiai jelenlő. Vagyok, köszönöm szépen. Vagyokat. Látszik, hogy figyeljük. Vagyoknak figyeljük. Szóval, vegyesen jelentkeznek az érvek az antiszemita szövegekben, és ez egy nevezhetik magyar sajátosság. 1882-ben, amikor Dresdában összeül az első antiszemita kongresszus, akkor ott jól látszik az, hogy két irányzat elkülönül a német antiszemitákon belül, egy mérsékelten, ők azok, akiket mi kulturális antiszemitáknak neveztünk az előbb, és egy radikálisabb, akik mi az előbb biológiai antiszemitáknak neveztünk. És ebben a közegben a Magyarországra érkező Istúci Győző az egy ilyen közvetítő szerepet tud vinni pont azért, mert ő vegyesen gondolja ezeket. Gyakorlatilag nem tesz más, mint mindenféle antiszemita érvet összegyűrje ezeket, és így egybe öblesztve adja elő. Ez szerintem elsősorban egyébként azért van, mert a magyar filozófiai gondolkodás az mindig az elmélyítő
sem különösebben önreflexív, ebben a kérdésben se jöttek rá arra, hogy itt ezek a viadok egymást esetleg kizárják. Az én értelmezésemben például az 1920-as numerus clausus esetében is részben erről van szó. Nem csak azért fogalmaznak meglehetősen konfúz módon, vagy nehezen érthetően tudva, hogy mit is akartak mondani, vagy nem tiszták, azért nem tiszták a fogalmak, hogy mit is értenek zsidó népfaj alatt és más egyik ilyen kifejezések alatt. Tehát nem csak azért fogalmaznak így, mert körösíteni akarnak, hanem azért, mert nem volt elég kifejlett, önreflektív antiszemita gondolkodás. És ennek hiányában nem látták azt, hogy a két ilyen rendszer az alapvetően különböző. Azt lehet látni, hogy a társadalomban meglévő antiszemitizmus iránti igény az változik. Változik oly módon, hogy a különböző válságok idején sokkal jobban fellángol az antiszemitizmus, és ilyenkor nyilván mindenki minél több érvet megpróbál megadni, és nagy gyakrabban és nagyobb arányban fordulnak elő a folyó antiszemita jelek. Ez például jól látszik mondjuk Purhas Kottokának a tevékenységében, aki kigattabb pillanataiban elég világosan elmondja, és jó koherensen összerakja, hogy ő pontosan mikor és meddig van problémája a zsidósággal, és ezek alapján ő alapvetően egy kulturális antiszemitának tehető. De 19-ben, amikor átszakadunk magátok, akkor meg is lehet bőven olyan szövegeket találni, amiben nem csak megjelennek, de akár búcsúlyban is a faj antiszemita jelek. És engedj meg egy zárójelet. Akár Pronaszka esetében, de más esetben, ahol elvileg egy a hitfűség kizárja a faj antiszemitizmusnak a felmerülését is, hiszen azt hivatott gondolni, hogy ha egy zsidó megkeresztelkedik, akkor ugye újjászületik, tehát onnantól nem zsidó. Volt olyan alkalom, hogy akár Pronaszka, akár más reflektált az önnön ellentmondására? Vagy hogy ezt hogy oldotta meg? Tehát hogy lett valaki hívő keresztény és faj antiszemitizmus érvének a hangoztatója? Szerintem a megoldást azt mi látjuk utólag. Mi sokkal reflektáltabban látjuk ezt a történetet, mert sokkal többet nem gondoltunk rajta. Ez nem független attól, hogy 1941 után nagyon-nagyon sokan, nagyon sok okos ember, nagyon sokat gondolkodott ezekről a történetekről. Ez 1919-ben még abszolút nincsen így. Ugye egy olyan diskurzus, ami addig a mainstream sajtóból ki volt szorítva, igen jelentős részben, egy csomó tapasztalat nincsen még meg, egy csomó önreflexió még nem született meg, tehát ez szerint a bizonyos értelemben igaz az, hogy a mennyiségi kérdés egy úgy már csak a minőség. Hogy Pronaszkának lett volna egy ilyen önreflexív pillanata, nem ilyen. Ami a pszichológiai magyarázat lehet, az az, hogy szerintem az ember elég jól tudja kezelni azt, hogy különböző szerepek vannak. Pronaszka más mond akkor, amikor a katolikus papként beszél, és más azt, amikor a politikai szónokként áll ki, és megpróbál valamiféle ilyen társadalompolitikai szöveget előadni. És ez már szerintem nagyobb elégséges magyarázat, és mert ott van még nyilván a tetszésvágy, ott van az, hogy ad rá a környezete, ott van az, hogy egy környezethez beszél, egy olyan, tehát 19-ben, amikor feltüzelődik az antiszemitizmus, egyre többen kérdeket, egy folyó antiszemita nézeteket, ott Pronaszka is érzékeli nyilván azt, hogy ösztönösen, hogy bizonyos dolgokat megpróbál beépíteni a saját gondolataiba, valahogy a hozzáéleszteni. És hogyha igen, ezt nem meditálja végig, nem gondoljuk el végig, nem áll kizárólag az antiszemitizmus a gondolkodásának a középpontjában, és ezt nem gondolja végig, akkor az bizony ellentmondások lesznek belőle. Amiért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mennyit meditált a saját antiszemitizmusra, hogy például az, amikor Szálas ezt megcsinálja, amikor gyakorlatilag az egész börtönidejét azzal tölti, hogy újra és újra meditál a saját antiszemitizmusán, akkor neki viszont ezek a kérdések eléggé letisztulnak. És ő egy elég következetes folyó antiszemita álláspontra jut ennek a végén, és érzékeli, hogy hol van ez. De ez alapvetően azért történik, mert ő olyan típusú antiszemita, aki hosszú-hosszú évekon keresztül meglepően sok olyan reflexióval kimondotta az antiszemitizmus kommentár. Azért az többsége a szerzőknek, akiről ma itt beszélünk, vagy a Ortokorszak kapcsán beszélünk, az nem jelent. Tehát ezek nem feltétlenül úgy keltek, és feküdtek egész nap, hogy valamilyen módon a zsidósághoz próbáltak viszonyítani, a zsidósághoz próbálták kötni a társadalmi problémákat, a saját életüket és minden egyéb más dolgot. Tehát a legtöbb ember, aki a Ortokorszak antiszemita, az nem fülönös antiszemita. A
ha lehet ezt mondani. És ez szerintem egy ilyen alapvető különbség, és ebből fakad az, hogy a két típusú érvelésből képes egy ilyen olyan vegyüléket összehozni, ami utólag nem eléggé koherens. És ugye amit említettem, hogy tényleg nem mindegy, mikor vagyunk. Igen. Tehát, hogyha megnézzük egy kicsit a dinamikáját, és ezért mondtam azt, hogy 30-20 az egy váltás, hogy mi történik, 1919-20 az egy hirtelen felvirágzása a radikalizmusnak és az antiszemita nézeteknek. Utcai verekedések vannak, gyilkosságok vannak, tehát ez egy teljesen más időszak. És aztán utána pedig nagyjából Telepi első kormányától, majd még utána a Bethlen-féle kormány időszakától van egy konszolidációja az egész magyar társadalomnak, a magyar gazdaságnak, és ezzel párhuzamosan az is jól látszik, hogy a kormány számára a kulturális antiszemitizmus válik az elfogadhatóvá. Aki ezen túl akar lépni, kiszorítják a kormányt már, mint hogy a gömbösség történt, amikor a 20-as évek elején, 23-24-ben kiszorítják a kormányt azzal, hogy ha ilyen radikális nézeteket akarsz vallani, akkor azt csinálj ellenzék. Bocsánat, akkor megkérdeztem, de akkor, tehát hogy a célkitűzésben, tehát hogy mi legyen a zsidók, nyilvánvalóan az eltérés a szélső oldal és a kormányzat között. De a diagnózis terén, mi az, ami közös? A diagnózis terén az a közös, ami egy jelentős változás a dualizmushoz képest, hogy azt mondják, hogy van zsidó kérdés, van zsidó probléma. A zsidóság másság az szerintük egy probléma. Ezt Bethlen is így gondolja, meg így gondolja Gömbös, meg így gondolja Szálasi. A különbség az az, hogy Bethlen következetesen azt mondja, hogy ez egy kulturális kérdés, az asszimilációval megoldható, megkülönböztet jó és rossz zsidókat, azt mondja, hogy a kommunisták azok mondjuk rossz zsidók, ellenben vannak más módon jó zsidók, akik pedig a magyar nemzettel többé kérdő tudnak azonosulni. Gömbös, ő azért érdekes például, mert vacilál, illetve nem vacilál, hanem vált a saját álláspontjai között, illetve már, hogy vált, ez egy jó kérdés, de politikusként más módon. Más mód akkor, amikor Bethlen kiszorítja a kormánypártot és megalapítja a fajvédőpártot, és megpróbál következetesebben egy fajra antiszemita érvelésre felépítve egy pártot létrehozni, és látja, hogy sikertelen, és arra jön rá, hogy akkor most két lehetőség van. Vagy marad az örök ellenzéki pozíció, és akkor az ennyi volt a politikai karriernek, vagy pedig bizonyos kérdésekben vissza kell venni a politikai radikalizmusából, vissza kell venni a társadalom átalakító és gazdaság átalakító törekvéseiből, és ezzel összefüggésben azt kell mondania, hogy a fai antiszemitizmus álláspontját revidálja, és visszatér ő is az elfogadhatónak tart a kultúrás antiszemita álláspontja. És ezt meg is teszem. És ezek után bekerülünk a kormányba, államtitkár lesz, miniszter lesz, miniszterelnök lesz. Tehát itt látunk egy ilyen opciót. Számos egy másik út, ő végig megmarad a fai antiszemita állásponton, de hát ugye majd nekik ezért eljátszanak a dolgok, mert 38 után megint változik ez a bizonyos antiszemita dinamika, és a kormány párti kormányzati pozícióból is elfogadottan válik a fai antiszemitizmus 38 után. Tehát itt ezt a váltást érzékeljük, ahogyan a második zsidó törvénnyel megváltozik az, hogy a törvény kiket nevez zsidónak, hogy bár bocsánat, teszek egy zárójelet olyan szempontból, a numerus claususban is benne van a törvényben, legalábbis potenciálisan itt van, meg van adva a lehetőség a antiszemitizmus, hogy ugye tudjuk, hogy a rendelet szól csak négy fajról, tehát ugye ezzel hirtelen alapvetően cezúrát alkotó dualizmuskori zsidóság definícióhoz képest, de aztán meghagyja az egyetemeknek, hogy ki hogyan definiálja azt, hogy zsidó. És vannak egyetemek, akik a kikeresztelkedetteket is tudnak tekintik, tehát legalábbis a lehetőség megadatik, hivatalosan mindegy, innentől kezdve, hogy egyesek a faj antiszemitizmus irányába is elmozduljanak hivatalos módon. Ez egyszer illusztrálja azt, hogy mondtam, hogy 20 és 30 között, hogy mi történik a magyar antiszemitizmusban, hogy ki akkor ez a diskurzus. Hogy 20-ban még úgy fogalmaznak, hogy nem tudtad, hogy ezt is megérteni rajta, meg azt is. 30-39 már egyértelmű van, így a kettőzetben. A másik dolog, ami különbözik, az, hogy az 1920-as numerus clausus az valójában egy kompromisszum. Egy kompromisszum, ami megpróbál úgy kielégíteni az antiszemitizmus, tulajdonképpen ez a mondhatnánk azt, hogy az antiszemiták között ez a hogy szokták mondani, nekisebb közös nevezés,
Tehát, hogy amit a kultúra antiszemiták is el tudnak fogadni, meg a faj antiszemiták is már el tudnak fogadni. Tehát, hogy a 20-as a numerus clausus erről szól, arról szól, hogy az utcán randalírozó budapesti ébrelő magyarokat és a hozzájuk csapódó fiatalokat és különítményeseket megbékítse annyira a kormány, hogy elhiggyék neki, hogy igen, ez a kormány majd valami olyasmit fog csinálni, amit mi is akarunk, persze nem teljesen úgy, nem olyan eszközökkel, de azért mégiscsak. Tehát elinduljunk egy jó irányba, tehát hogy velük szemben már ne kezdjenek el küzdeni. Tehát, hogy a 20-as numerus clausus ilyen értelemben egy kompromisszum a radikálisokkal a működésére. Harcsánatban egy egészen más irányban. Én még két elemet hozzátennék szerintem, talán még van két olyan szempont, amit érdemes beemelni ebbe a beszélgetésbe. Egyrészt, hogy a vallási alapú antiszemitizmus, antijudaizmus milyen mértékben van jelen korban, ez mennyire hatja át mondjuk a vezető történelmi jelentős történelmi egyházak, keresztény egyházak gondolkodását, kiemelkedő személyiségeit, például mondjuk Ravasz Lászlóét, hogy ez mennyire van jelen ezzel a nagyon mély történeti filozófiai gyökerekkel bíró hagyomány, vagy ez mondjuk a szekularizáció, vagy az egyházak fokozatos tévesztése miatt gyengül, vagy nem gyengül. Én azt gondolom, hogy ez is egy valamilyen faktor. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy valahol mégiscsak beszélni kell arról, hogy ezeket a példákat, amiket Rudi mondott, valamilyen módon számomra mégiscsak egy bizonyos fajta középosztálybeli értelmiségi típusú megközelítés jelent ez, és ezzel szemben azt a fajta népi antiszemitizmus, ami jelen volt az ország számos vetén, és amely nyilvánvalóan szoros összefüggésben van azzal, hogy mondjuk a nem zsidó lakosság hogyan reagált a holokausztra, vagy például a háborút követően mondjuk milyen problémák történtek, mondjuk az ismert kommunális esetben Miskolci, ott milyen tényezők hatottak. És itt nyilvánvalóan valamifajta antikapitalista megközelítésű antiszemitizmusról is kell beszélnünk. Ugye nyilvánvalóan ezek a kérdések, amiket említettél, nagyon fontos szerepet kapnak az értelmiségi diskurzusokba, vitákba, hírlapi cikkekbe, de azt gondolom, hogy mondjuk így az átlagemberekben másfajta képzetek, másfajta percepciók jelennek meg. Tehát amit például ugye mondjuk Bibó István a körülmények nagyon szerencsétlen találkozásának nevez, és amire utalt a bevezetőben, tehát mondjuk az üzleti szférában, gyár tulajdonosoknál lévő relatíve magas arányszám, az ugye a hétköznapokban egy másfajta, hogy is mondjam, érzékelésként tűnik fel, és nyilvánvalóan ez a faktor azt gondolom, hogy döntőbb mértékben van jelen, és kiegészítve egyébként nem cáfolva azt, amit mondom, csak azt mondom, hogy lehet, hogy ezek is kombinálódnak, tehát igazából ez a faji típusú, intellektuális típusú felütés, bizonyos esetben vallási típusú hiedelmekkel, meggyőződésekkel, és kontra valamiféle szociális indulattal és antikapitalista felütéssel tulajdonképpen széles skálában tud hatni. És ugye ez ugye egy nagyon érdekes ez, hogy amikor például 44 nyarán ugye már folynak a deportálások, ugye ekkor születik meg egy korábban meglévő színdarab, az Áldopina című színdarabnak annak a felújítás, illetve ebből egy átdolgozott színpadi mű, aminek az egyik, hogy is mondjam, támogatója Endre László, és ugye ennek az akciónak az egyik célja az, hogy tulajdonképpen arra a következtésre jutnak, hogy ezek a típusú antiszemitizmus szerint a beszédmódok nem elég erősek, nem elég mélyek, az átlag emberek szintjére nem fordítódnak le, tehát nekik közvetlenebb, direktebb akciók kellenek, a boltost, a pénzváltót, a kereskedőt, torkereskedőt kell megjeleníteni abszolút negatív szerepbe, és vagy nem tudom én, a mezőgazdaság uralmak bérőjét, és tulajdonképpen ezt a funkciót kell valahol betölteni. Tehát azt gondolom, hogy nyilván nem lehet ezt meghatározni, hogy most kire milyen arányban hatottak ezek az antiszemita érzelmek, de azon, vagy megkockáztatom, hogy feltételezem, hogy talán ez a fajta antikapitalista típusú, és valamilyen mértékben a hagyományos vallásalapú antijudaizmus is egy igen jelentős faktor volt a korszakban. Bocsánat, egy nagyon kicsit hadd kapcsoljuk, mert ez fantasztikus, hogy ezt behoztad, mert van egy előfeltétel annak, amiről beszéltem, hogy ugye mi szöveget tettem, amiről én beszélek, az a antiszemita diskurzus, ami szövegekben tetten érhető, és valóban ez egy értelmiségének nevezhető diskurzus. Kispolgár vagy középosztály, de értelmiségi diskurzus. És ehhez kapcsolódóan érdemes azt is látni, hogy amikor arról beszélünk, hogy 19-ben van egy korszakhatárváltás, akkor azt is érdemes látni, hogy mi az oka annak, hogy megváltozik a politika.
Tehát az, hogy 19 előtt a lakosság 8%-ának a szolgálati joga. 19 után ez felmegy a boltokorszakban 30-40% közé. Egy teljesen más választói bázis jelenik meg, hozzájuk egészen más típusú politika szól, egészen más üzeneteket fogalmaz meg ezeknek a társadalmat. Tehát ebből olyanoknak a hangja válik láthatóvá, akik korábban nem voltak azok, akikhez korábban nem címeztek üzenetet, minek. Tehát, hogy itt ez egy kicsit válasz arra is, hogy nem felé arról van szó, hogy 19-ben valahogy hirtelen megváltozik a világ, hanem arról, hogy van egy árstruktúrálódás, egyszerűen azáltal, hogy a politika maga megváltozik, és majd van hasonlót látunk 45-ben is, amire majd talán persze visszatérek, de a másik, ami Pista nagyon jó, hogy megemlít, ez a 44-es történet, az ártatlanak, ez a hogyan szólítsuk a kisembert, hogyan uszítsuk a kisembert a zsidóság ellen, vagy legalábbis hogyan uszítsunk úgy, hogy a zsidóság iránti bármiféle szimpátiát azt minimalizáljuk és megtörjük. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért pont 44 májusában indul el Bosnák Zoltánnak a Magyar Zsidókérdés Kutató Intézet által kiadott Harc című heti lapja. Az első egyetlen igazán komoly, csak és kizárólag az antiszemitizmusra fókuszáló uszító heti lap a korai korszakban. Miért pont 44 májusban, hogy kit akartak még ekkor meggyőzni? És a magyarázat szerintem az leginkább az, hogy ekkor már nem az értelmiséget, a politikusokat kellett meggyőzni arról, hogy a zsidó ellenes politika helyes, hanem a nagy közönséget kellett megszólni olyan kampánnyal, olyan érvanyaggal, nem is érvanyaggal, hanem indulatokkal, hogy ne álljatok ellen, amikor elviszik a szomszédokból a zsidókat. Hogy ne mutassatok irányuk a szimpátiát. Hogy ne adjak neki kenyeret, ne bújtassátok őket. És hogy ezt mennyire úgymond ügyesen csinálják, annak a legjobb példája, hogyha belelapozunk a Harc című folyójaiba, az tele van zsidó ellenes propaganda képekkel. Olyan propaganda képekkel, olyan illusztrációval, ami nagyon pontosan tudott egyetlen dolgot. Ha valaki ellen uszítani akarsz, mit kell elérned? Nem azt, hogy gondolkodj róla, nem azt, hogy félj tőle, hanem azt, hogy gondolj tőle. A propaganda anyag túlnyomó része számára teljesen világos, hogyha uszítani akarsz, undort kell kelteni az emberekben. Ez azon is így van. Tehát meg lehet nézni a különböző politikai kampányokat. Ha valaki ellen uszítani akarsz, mutasd be gondolítóra. Csak zárva azért, hogy megjelenzem, hogy többször felmerült ez a vallási és faj antiszemitizmus, hogy az antiszemitizmus történetírásában korábban, régebben hosszan állt az az elmélet, hogy a 19. század második felében belép a politikai, modern, szekuláris faj antiszemitizmus, ami valamelyest kiváltja helyét korábbi, alapvetően inkább vallási eredetű zsidó ellenségnek, és ezt már 20-30-40 éve egyre inkább cáfolják azzal a kettős érvel, hogy egyfelől a zsidóságnak valamiféle eszenciális percepciója majdnem mindig megvolt, de például Spanyolországban a kiüzetésekkor és a híres zsidó vértörnyek, tehát ez abszolút megjelent, de Magyarországon is már a reformkorban legegyértelműbben például ez a kikeresztelkedettek percepcióján mutatkozik meg, ahol már reformkorban, színdarabokban megjelenik az, hogy bármit csak a zsidó marad. Németországban ez már a 18. század végén teljesen egyértelmű, amikor Herder mondja, hogy hát lehetne talán emancipálni a zsidókat, bár ahhoz, hogy a zsidók ne váljanak zsidókká, talán azt kéne, hogy akkor lefejezzük őket, és akkor egy másik fejet rakunk a helyébe. Tehát ez az eszenciális percepció, az nyilvánvaló. Másról meg a vallási motivumoknak is a továbbérése, ami konstans. És mindenütt konstans, hogy Magyarországtól talán egy messzebb példával éljek, Franciaországban, ugye egyik legnagyobb 19. század második felei antiszemita bestsellere az a Drummondnak a La France Juive című könyve, 86-ban jelenik meg.
klasszikus, mondhatnánk Wirtigli fai eszmékkel operál, de közben Drummond lapja folyamatosan a legózsibb vallási elemeket ismétli, a kútmérgezéstől kezdve a vérvádon át. És ilyen szempontból a századfordulóban is látjuk a néppárt lapjában, a katolikus néppárt lapjában, ahol a vérvád keveredik a fai eszmékkel, tehát ezek nem igazán csak a magyar esetben történik egy ilyen esemény, mert nem tudunk elmenni ezzel a tanácsköztársaság. Tehát ha nincs a tanácsköztársaság, vagyis hát az, hogy volt a tanácsköztársaság, az minden olyan eddig lappangó, amiről szó volt, vallási antiszemitizmus, antijudaizmus, szociális, antikapitalista, az a 133 nap alatt olyan mértékben összesűrítette és fel lehetett mutatni, hogy minden, amit eddig mondunk a zsidókról, az így van, hogy utána szerintem egészen 1944-ig ebből élnek, hogy ebből is táplálkoznak nagyon komolyan az antiszemiták. Tehát az, hogy a forradalmi kormányzótanácsnak a 60%-a zsidó származású, akik első pillanattól kezdve azt mondják, hogy a Kubilának a híres tanácsokországos ülésén való kifakadása, hogy ő nem zsidő, kommunista, csak ugye a többségítást, és itt nagyon fontos, hogy ki a zsidó, ki az antiszemita, az a zsidó, akiről azt mondják. Tehát hiába ki keresztelkedett, hogy élnek majd ezek a szabályok később, hogy 1919. augusztus 1-e előtt keresztelkedett ki, az még nem számított zsidónak, aki utána az teljesen mindegyiknek a leszármazó egy zsidó. Tehát jönnek majd ezek a különböző kvalifikációk. Tehát a tanácsköztársaságnak ugye a 19-nek a propaganda, és ez már 19. augusztusán még elni, hogy össze kell kötni a zsidókat az oroszokkal, és össze kell kötni a kommunizmussal, és össze kell kötni a szabad különbesekkel. És ugye ennek egy hatalmas nagy eszmetörténeti háttere van az 1900-as éveknek az elejétől kezdve, ugye most itt a Gallai körül, a Jászi Oszkár, a szabadkönyvesekről minden beszélt, tehát ennek van egy olyan hatalmas ideológiai alapja, amit a tanácsköztársaság után azt látom, hogy igen, nem most ők voltak hatalmon, és azért gondoljuk arra bele, hogy 19 májusában, júniusában, amikor a direktorumok átveszik a helyi közigazgatásnak a szerepét, és egyik pillanatról a másikra a zsidó származású Szatócs, annak közfunkciója lesz. És ez nagyon sok településen megtörténik, ez egy hatalmas sok a többségi társadalom számára, hogy egyáltalán ez megtörténhetett, és utána most nem beszéltem a szocializációról, nem a szocializálásról, nem beszéltem arról, hogy az egyházi vagyonokat megszüntetik, és hiába kimutatják majd a tanácsköztársaságot, hogy gyűjt országos bizottság, hogy a zsidó hitközségtől vették el a legtöbb vagyont. Ez mindig azt szokták mondani, hogy nagyon sok zsidót is meggyilkoltak a szomorú időben, de hangsúlyozom, a szomorúk nem mind zsidóként tekintettek magukat, de ezt aztán a késői propagandistákat, meg akik őket látták, őket zsidóknak látták. Itt egy zsidó rémuralom van, és a zsidó rémuralomnak a toposza az egészen mostanáig ható a történet. Azt gondolom, hogy Bádám, az, amit mondasz, az a tökéletes illusztrációja, hogy működik a fake news. Tehát, hogy az, hogyha valaki valamit el akar hinni, nincs olyan mennyiségű tény, ami ezt képes számára megcáfolni. Hiába mondják el, hogy a tanácsköztársaságban nem csak kommunisták voltak, hanem inkább szociáldemokraták, soha nem fogják megérteni, soha nem fogják elvenni nekik, hogy a tanácsköztársaság az kommunista. De szerintem ez nem fake news. A másik dolog... Az, hogy a zsidó szatócsnak direktorium vezető lesz, az, hogy a forradalmi kormányzótanácsnak a tagjából az eddig számukra beazonosítható módon, kinézetben, beszédmódban, Hatospának ugye nagyon jól elmondja, hogy hogyan látták ezeket az embereket. Nem az a kérdés, hogy mi hogyan látjuk most őket, vagy hogy mit gondolunk, hogy ki az antiszemita, ki a zsidó, hanem ők azt látták, hogy egyik pillanatról a másikra felfordul a világ. Tehát akik eddig de ez a kisebbség volt, az definíciója. Tehát, hogy valamit máshogy látsz, mint a valóság. Zsidókról volt a tanácsköztársaság? Ők azt látták, hogy akiknek eddig nem volt közhatalma kezükben, azok egyik pillanatra másikra közhatalmat kaptak, és életpalán... Nem azt látták, hogy az emberek, akik eddig a hatalmon kívül voltak, azok most hirtelen hatalomba kerültek, hanem hogy a zsidók, akik eddig nem voltak hatalmon, azok most hulakon lefettük. Konkrétan ezt látták az antiszemiták. Ezt mondom. Aztán hagyj jegyezzem meg, hogy azért ez a... És bocsánat, még egy fontossághoz kapcsolódik az elején, amit mondtál. Ez a politikai antiszemitizmus, mint modern ideológiának a megjelenése. Én máshova tenném hangsúlyt. Nem oda, hogy más érdeket hoznak el, hogy más típusú szövegeket produkálnak el. Szerintem nem az a lényeg. A politikai antiszemitizmus 19. század végi megjelenésében az a novum, az az újdonság, hogy korábban, ha volt valami helyi esemény, ami katasztrófos útra a települést, mondjuk úgy tudom, egy jég elvárt a termést, akkor a helyi zsidók lehetett megverni érte. És az volt az indok, hogy mert hát ővel találkoztak.
Ugyanúgy, mint ahogy a középkorban mi azt mondták a boszorkányokról. De ezek helyi események voltak. A politikai antiszemitizmus az ezt egy lépéssel általánosítja, generálissá teszi, és azt mondja, hogy ami az országgal történik valami rossz, azért a zsidók összeesküvés a felelős. Akik kapitalista módon összeesküvnek és a rendszeren keresztül kiszipolyozzák a társadalmat. Akik kommunistaként összeesküvnek és ilyen meg ilyen módokon elég. És az egésznek a hátterében az újdonságot megjelenik, ez a fajta zsidó világ összeesküvésnek a gondolata és ennek az elterjedése. És ehhez kapcsolatban két eseményt érdemes megemlíteni. Magyarországon 1982-83-ban vissza a szlávi vérvág per, amikor először történik meg az, hogy nem csak a helyi közösség, de egy egész ország háborodik föl egy olyan esemény miatt, amit soha nem láttak, amiről semmilyen percepciójuk nincsen. És a másik pedig, ami ez nagyon szorosan kapcsolódik, hogy ugyanekkor, de nem a Szelszár miatt, hanem második Sándor cár elleni belépnek miatt, kezdi el bűnbakként felmutatni az orosz titkosszolgálat a zsidóságot, mondván, hogy na tessék, ezt a megintet is a zsidók csinálták, csekkor született meg a Cion bölcsének jegyzőkönyvben, azzal a céllal, hogy a valós politikai feszültségek helyett és az erre vonatkozó megoldások helyett egy bűnbakot tudja Oroszország felmutatni, és ezt a zsidóságban találja meg. Ezek hihetetlen hatásos dolgok, de én szerintem igenis mondható, hogy a modern politikai ideológiák összeesküvés elméletek és a fake newsok születnek még itt. Azok, amikkel most is küzdünk. És hogy meddig küzdünk vele, arra nekem van egy nagyon egyszerű definíció. Hogy ha ma valaki megkérdezi, hogy kiket és mikor okol boszorkányokat, vagy mikor gondolja általában boszorkányokról, akkor mi itt Európában szeretnénk, én nagyon felvilágosodni, hát azért nem. Nem igazán viszont a boszorkányokban, és nem akarjuk őket a minket élő sorcsapásnak ért. Nos, azt gondolom, hogy az egész antiszemitizmus jelensége, amit akkor küzdöttünk meg, akkor jutottunk túl ezen, hogy az antiszemitizmus egy általános társadalmi probléma legyen, amikor majd a zsidó világ összeesküvés elméletével pont annyian fognak hinni, mint a boszorkányokban. Különben akkor, Istvánhoz szegeznék egy kérdést, csak zárójelben megjegyezném, hogy akkor elméletet szerint a Németországban már a 18. század végén megjelenik a politikai antiszemitizmus, amennyiben itt egy lényeges aspektus, és ilyen szempontból persze abszolút cezúra a Tanácsköztársaság, a végső rémálom, vagyis a zsidók politikai hatalomra jutása. Hiszen erről szól a történet. Az, hogy a zsidók uralják a magyar gazdaságot, tök mindegy, ez mennyire stimmel, egyetlen, az mindegy elfogadottá válik. De a legvégső rémálom már a reformkori irodalomban is az mi? A zsidó főisten. Tehát a hatalomra jutott zsidóság, a zsidó uralom. Ez amikor már megjelenik Németországban már a 18. század végén. És ez ami megvalósul, gondolják, érzik, látják, mit tudom én, az emberek a Tanácsköztársaság idején, megvalósult rémálom. Hatalomra jutottak a zsidók. Csak valószínűleg Szabó Dezsőről sokat fog beszélni, mert Szabó Dezső is ekkor fordul át, tehát nem mindegy, hogy 14-es Szabó Dezsőt olvasunk, vagy 19-20-asat, és az ő gondolatvilágában is a Tanácsköztársaság az egy nagyon nagy váltás. Nem tudom, hogy ehhez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azért ne felejtsük el, tehát két dolgot nagyon fontos hangsúlyozni. A Holt rendszer egy mélyen antidemokratikus rendszer volt két szempontból. Egyrészt nagyon korlátozott, nagyon szabályozott parlamentarizmus volt, nagyon gondosan beállított választásokkal, leválthatatlan kormánypárttal. Ez a politikai alternatívák érvényesülését nagyon jelentősen korlátozta. Nyilvánvalóan a politikai baloldal és liberális pártok rendkívül mértékben korlátozva volt, a különböző agrártípusú feszültségeket pedig szintén igyekeztek becsatornázni. Másrészt ez a rendszer, bár ez valamilyen mértékben enyhült, társadalmi értelemben is antidemokratikus volt, tehát munkás és parasztszármazású embereknek, akik az ország lakosságnak igen nagy részét kitették, az ő társadalmi mobilitásuk rendkívül korlátozott volt. Tehát ez két olyan alapvető probléma, ami nélkül nem érthetjük ugye meg a korszakot. És ugye ezért lehetnek például olyan egészen tragikus jelenségek, ami számomra egy nem igény megdöbbentő példa volt, amikor ugye a korszak egyik fontos politikusának, Zsindely Ferencnek a naplója nemrég megjelent, és ebben van egy ilyen mondat, amikor Zsindely Ferencet 44 tavaszán megkeresi egy ilyen szállító munkás, és akkor kérdezi a feleségét, hogy hol van ugyebár ugye a férj, és akkor mondja a feleség, hogy a nagyságos úr hátulmon kertbe. És erre mondja a munkás, hogy nincs már nagyságos úr, hiszen nem rég is azt mondta.
Ennél nagyobb tragédiát én nem érzem a magyar történelemnek, hogy ez a munkás invédi bérát hivatkozva mondkolja, hiszen a nagyságos úrkora valóban lejárt, egy demokratikus politika értelmében lejárt. És ez az indulat invédi bérába csatornázódik be. És nyilvánvalóan bizonyos értelemben törvényszerű, hogy invédi bérába csatornázódik, hiszen egy olyan hatalmi konstrukció alakul ki a 20-as években, és igazából szerintem politikai értelemben Betlen rendszerről sokkal pontosabb beszélni, mint volt rendszerről, ami ugye megakadályozza, hogy ez a fajta demokratikus, hogy is mondjam, mobilitásvágó feszültség szabályos, normális parlamentes keretek között utat törjön magának. Ugye ennek a hatalomjutására nincs esély, ez ugye valahova félreszorított. És valahol, ahol utat tör magának, oda csatornázódik be. És ez nyilvánvalóan szörnyű következményekkel jár. Tehát azt gondolom, hogy ebben a keretben lehet csak igazán mind az antiszemitizmust is értelmezni, hogy egy végtelenül antidemokratikus társadalomban lefolytott rendszer van, ami ugye a szociális jelenségeket is ugye csak a maga nagyon célzott módjain próbálja határozni, és ugye az antiszemita törvényhozás is ugye nagyon célzottan próbálja, nagyon manipulatívan ezt a szociális kérdést egy irányba bizonyos karakter között elterelni, és azt gondolom, hogy ez az, ami a korszak végén jár rendkívül tudatos következmények. Egy elméleti, ugye utóbbi időben a kontrafaktoris történetírás divat, hogy most már szórakozhatunk bármivel, mi lett volna ha, hogy amikor még egyetemre jártam, akkor nem tudom hány szó mondtak, hogy ez nem létező kérdés, van, mert ez egy divatos kérdés. Ha teljes, általános és nem nyilvános szavazati jog lett volna a Hortikorban, szerintetek mennyiben alakultak volna máshogy az események? Mennyire lett volna más az antiszemitizmus? Nyilvánvalóan teljesen más. És mondjam, ha ugye azt akarok mondani erre a kedvenc példa, hogy a 39 tavaszán ugye abszolút demokratikus választások van, akkor a szélső jobb oldalon nyilas párt elsöprő többségben nyer a választásokat. De 39 tavaszáig el is kellett volna jutni. Ugye a korszak mégiscsak úgy indul, hogy a magyar munkásságnak az egyik legnagyobb párt, a szociáldemokrata pártot rendkívüli keretek közé szorítják. Vidéki szervezése nincs lehetősége, agrárprogramot nem hirdet. Eleve a meglévő szociáldemokrata szervezeteket is csendőri segédlettel, arról korlátozzák, sokszor jelölteket sem tudnak állítani. A kisgazdapártot ugye Betlen szépen ugye bevonni az egységes pártba. Ugye erős kisgazdaprogram ugye nem tud kibontakozni, amikor vannak különféle agrár feszültségek, balcsőgyűjtők, stb. Azokat ugye meg sokszor a jelölt állításra is nagyon jelentősen korlátozzák. Tehát nyilvánvalóan a nagy kérdés az, hogyha eljátszunk ilyen, hogy is mondjam, kontrafaktuális módon, akkor mondjuk feltételezhető az, hogy egy erős szociáldemokrata pártnak és egy erős demokratikus agrárpártnak valamilyen módon létre kell jönnie. Megkockáztatom, hogy mondjuk a politikai katolicizmus is lehetett volna több osztató, tehát mondjuk nem csak mondjuk Prohász portugális utódai, hanem mondjuk a korai Borankovics Istvánból is kinőthetett volna valami. Tehát én azt gondolom, mindenképpen nyilván egy osztott politikai mező jött volna létre, a társadalmi feszültségek is csillapodhattak volna, többfelé oszthattak volna szét, tehát én ezt egy kulcskérdésnek látom. Ugye nagyon jellemző egy később időszakban, amikor ugye 45-ről beszélünk, azt hiszem ezt Faludi György mondja a visszaemlékezése szerint, hogy a jeles népíróval Kovács Imrével beszélve, és azt mondja, hogy egy normális államban lenne egy erős szociáldemokrata párt, egy erős kisgazdapárt, nyilvánvalóan egy politikai katolicizmus pártja, és hát a szíve vagy hát ő saját maga felé hajlik ugye az elgondolás, hogy valamilyen típusú paraszt párt, de valahogy mégiscsak ez a lényeg. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország, ha bizonyos mértékig egy eltérő mintázattal, de mondjuk egy osztrák vagy egy cseh párt struktúrát tudott volna követni. Csak a lefolytásra még zárójelbe, akkor csak követném, mert a hatalmas nagy történelmi zicsert hagytunk ki akkor, amikor itt 19. január, február, márciusában nem voltak választások. Tehát, hogyha abban a pillanatban, és ez egy fordulópont lehet volna a magyar történelmi szempontjából, hogyha akkor a szociáldemokrata párt veszi a bátorságot, és eléggé tökös ahhoz, hogy átvegye a hatalmat, akár úgy is, hogy nem teljes mértékben nyeri meg a választásokat, akkor még ha egy kommunista puccs is történik, akkor a szociáldemokrata pártnak fegyveresen fel kellett volna belelőni. Az, hogy nem is másolták a választásokat, hogy úgyse fogunk győzni, és összeálltak a gyenge, de ugye pontosan ugye, egy félelem volt a szociáldemokrata pártban, és hogy milyen erős a kommunista párt, akkor az később kiderült, hogy nem az.
Tehát, hogyha felmerik vállalni, és egy pár hónap által rendelkezésük, hogy megszervezzék magukat, és valóban fölülnének ahhoz a feladathoz, amit a sors nekik rendelt, mert 18 októberre, utána a szociáldemokrata pártnak kezében volt szerintem a 20. századi magyar történelem. Ha akkor, ahogy mondjuk az osztrákok, vagy a németek nagyon komoly mértékben azt mondták, hogy ők most akkor a történelem színpadára lépnek, és felelősséget vállalnak azért, ami történik, és mozgósítanak, és megvédjük a határainkat, amit később utána tőlem a kommunisták mert, hogy megcsináltak, akkor teljesen másképp történik minden, és itt nem is beszélek még teljesen általános, mert egyedül választóadomok, egy korlátszód nem volt, nem tudom, nem 8%, hanem mondjuk egy 1920-as választási törvény alapján, akkor is ha. Tehát itt igazából a szociáldemokrata párton múlt nagyon sok minden, hiszen az egész 20-as évek, meg a különböző Bethlen-Peyer paktum, minden határon, azok már egy veszett fejszerűen, mert annyira meg vannak bélyegezve a szociáldemokraták, annyira lejáratottak, és ott volt egy lehetőség, amit nem használtak. Hogy megragadják ezt a lehetőséget, akkor a magyar történelem is teljesen másképp zajlik, és akkor teljesen, akkor valószínűleg megmerem kockáztatni, hogy nagyon sok minden másképp történik ebben az országban. Szóval az alternatív történetek ezt egy másik oldalat vagy villancsak meg, mert általában azt szoktuk gondolni, hogy a demokrácia az milyen jó, és hogyha a demokratikusak lettek volna viszonyok, akkor egy rakállal. Szerintem a 1939-es, különösen 41 utáni sztorit nézzük, akkor nagyon világosan látszik, hogyha a rendszer demokratikusabb lett volna, akár a választójogot tekintve, de akár csak azt az értelmet is tekintve, hogy a kormánypárt határozza meg azt, hogy mi is történik az országban, nem pedig néhány kulcspozícióban ülő erős ember, akár Horthy tanácsadójaként Bethlen István, akár a miniszterelnök Kállai, akár a belügyminiszter Keresztes István Ferenc, tehát néhány kulcspozícióban lévő elkötelezett erős ember, akik gyakorlatilag gátat szabtak egy eszméletlenre antiszemita indulatnak. Ami a kormánypárton belül is meg volt, meg a legnagyobb ellenzéki pártban, a nyílas pártban is, meg a nyílas pártokban is meg volt. Tehát itt azt látjuk éppen, 39 és mondom még egyszer 41 után aztán különösen, hogy éveken keresztül az, ami Magyarországon történik, ez a bizonyos ilyen ellenállás, vagy ellenhatás, hogy Magyarország egy sziget a német megszállás vagy befolyási zónán belül, az néhány nagyon elkötelezett embernek, és annak köszönhető, hogy a rendszer valójában nem volt demokratikus. Tehát, hogy nem képeződött le az állampolgárok és a győztes politikai pártok akarata kormányzati politikával. Szóval néha igen, van abban is lehetőség, hogy a tömeghangulatot nem szabad ráengedni, mert az nem rosszul is esélye. Tudjuk, hogy Karl Lueger akkor is azáltal is annak köszönhetően lett polgármester Bécsben, hogy megindult a szavazati jog kiszélesítés. Amikor ugye megszavazták polgármesternek, akkor a bécsi zsidó nagypolgárság azon fenyegetőzött, hogy átközelik Budapestre. És azt látjuk a századforduló vitáiban a zsidó polgárságnak ezt a bizonytalanságát, hogy egyfelől úgy érezték, hogy ebből a rendszerből nem igazán tudnak kimozdulni, és ezt a mégis szimbolikus másodrendű állampolgárságból nem tudnak kimozdulni, ha nem indulnak el az általános szavazati jog felé. Másrésztről pedig tartottak tőle, ahogy tartott tőle az egész 19. századi liberalizmus lázadatvöst, mert hogy az elhozza a populizmust és a demagógia korszakát. És a zsidókkal gondolhatták, hogy ebből baj is lehet. Említettük Szabó... Jászló aztán bizonyosan nem ezt mondta volna. Vagy Ignatius Pál. Nem, ők nem ezt mondták volna, de Jászló Oszkárnak meg az volt a legnagyobb bánat az egész életében, hogy azért nem lett egy másik Széchenyi, mert zsidó vallású, vagy eredetű, vagy származás. Ugye 6 éves volt, amikor szülőmmel keresztették. Szóval beszéltünk, említettük Szabó Dezső nevét, és akkor ennek kapcsán kíváncsi volnék a népi urbánus ellentétele, azon belül is az érdekelne, hogy mennyire gondolod exaktnak azt a szokványos nézetet, miszerint Szabó Dezső lett volna szellemi atya a népieknek, a népi mozgalom, amúgy természetesen heteroklit csoportjának. Mennyire hatott rájuk Szabó Dezső antiszemitizmusa, illetve, hogy azok a népi írók, akiknek az antiszemitizmusa számomra nyilvánvaló, antiszemitizmusok mennyire tért el Szabó Dezsőjétől? Ez egyszerre elég sok és összetett kérdés. Abból érdemes kiindulni, hogy Szabó Dezső a politikai életben 1919. májusában a tanácsköztársaság idején megjelent regényében az első volt próbálóban be, amely tulajdonképpen egy hatalmas történeti politikai tabló, inkább
eszélyű regény volt az 1918 előtti Magyarországról, amelynek szüzséje nagyon röviden abban összegezhető, hogy az addigi politikai rendszer, a dualista monarchia lényegében egy tévút volt a magyarság számára, és azok a meghatározó elemei a politikai-gazdasági rendszernek, akár a zsidó származású nagypolgárság, akár a német származású polgárság, akár bizonyos esetben a történelmi magyar középosztály gentry, a katolikus egyház, Ferenc József közös hadsereg, tehát a birodalmat összetartó erők mind tévesek, hibásak voltak, ezeket az elemeket le kell váltani, és valami másnak kell a helyére jönni, és ez a valami más volt tulajdonképpen a magyar parasság. Ez egy nagyon érdekes megközelítés volt, ugyanis ez egyszer lehetővé tette azt, hogy Szabó Dezső bizonyos, akik egy mondjuk így nemzeti narratívába helyezzék be, tehát hogy tulajdonképpen a magyar társadalomnak egy olyan, mondjuk így többé-kevésbé egyszerűsítéssel etnikailag magyar számos rétegét, a parasságot emeljék be, mint egy meghatározó szereplőt a politikai arénában. Ugyanakkor ez lehetővé tett mondjuk egy progresszív értelmezést is, hiszen egy jogkifejeztés foglalt magában, ugye azt jelentett, hogy a szavazati jogot, a szervezkedési szabadságot, az oktatási szabadságot, a mobilitási kérdéseket meg kell oldani. Tehát ez az azért fontos, mert Szabó Dezsőtől is kétfelé ágaztak igazából az utak, és azt lehetne mondani, hogy az ő zsidósággal kapcsolatos nézetei ellenszenvei eljuthattak az egészen radikális, szélsőséges álláspontig. Mondhatnánk erre ugyan ismert szereplőit a népi mozgalomnak, mint például Erdély József, vagy Simka István, vagy Kádár Lajos, akik nagyon-nagyon markásan, meggyőződésesen utasították el, nem csupán azt, hogy a zsidósággal kapcsolatban mondjuk így az egyéni asszimiláció lehetőségét kétségbe vonják, hanem általában a nemzetben való részesedésüket, jelenlétüket el tudják fogadni. Ehhez képest voltak mondjuk soft, lágyabb szereplők, mint például ön azt gondolom, milyen volt Németh László, ugye azt mondja, és a hatáskérdéset említettek, hogy Szabó Dezső olyan volt számára, mint Mámor és Katzenjammer váltakodása, tehát egyszer belugtunk, egyszer kihúzanottunk tőle, és ez a szókép azt mondom, a népiek jelentős részére igaz. Tehát tulajdonképpen azt, hogy Szabó Dezső társadalom kritikájával és javasolt diagnózisaiból, hogy ki mit fogadott el, ez bizonyos értelemben szerzőtől szerzőre különböző mértékű volt. És még bizonyos értelemben ugye közösek voltak abban, hogy ugye a zsidóságot és a magyarságot külön névnek tartották, és bizonyos képviselők azt hallották, hogy a zsidósággal, mint néppel egy nagyon termékeny és gyümölcsöző együttműködés alakulhatnak ki, ez ugye gondolat egészen addig meg vissza. Vagy például voltak olyan zsidó értelmiségek, akik kifejezetten sokra tartottak, és azt gondolták, hogy valamilyen egyébként meghatározhatatlan kritériumok alapján, hogy a magyarság szerves részei voltak, utalhatnék mondjuk Fülepről is és Merinde barátságára, vagy mondjuk Sárközi György szerepére a Válasz szerkesztőségében. Ugyanakkor az asszimiláció nehezen megoldható kategóriáját, ugye ők azt gondolták, hogy ez egy sikertelen vállalkozás volt, és tulajdonképpen a népi urbánus kapcsolatrendszert is ez alakította a kezdeti együttműködésből inkább vitára, én így fogalmazni. Ugyanakkor ez is egy heterogén, mozgó, változékony viszony volt. A táborokon belül szereplők változtak, ugye József Attila itt is ott is volt, Veres Péter szintén volt itt is ott is. 40 év után ugye voltak, ugye megváltoztatta a helyét, például a Fejtő Ferenc újra gondolta a pozícióját, például mondjuk Németh László kibékült Hasnyi Lajossal, tehát voltak ilyen egyéni mozgások, és azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen ez az összetett viszonyrendszer bizonyos értelemben folytatása volt annak a reform nemzedéknek, amely a szállatfoglalón jelentkezett, és amelynek talán legismertebb valaki, mondjuk Jászló Oszkár és Adélyemre voltak, és tulajdonképpen egyek voltak abban a tekintetben, hogy elutasították ugye az akkori Magyarországot, és lényegében ezt az akkori hivatalos, bocsánat, hivatalos Magyarországot, és lényegében ezt a meggyőződést a későbbi népviség is hoztatta. Ugye említetted, hogy hogyan lehetett az, hogyha tulajdonképpen nagyon sok érv szólt az együttműködés mellett, hiszen a demokratikus választójogot akarták, a szociális jogok kiterjesztését. Alapvetően elutasították a meglévő hatalmi rendszert, bár én úgy fogalmaznék, hogy a népiség mindig inkább a Betlen korszaknak volt ellentéte, nem inkább annak, ami utána jött, hiszen majdnem mindegyik 32 utáni miniszterelnök között volt a népírók egy részének valamilyen fajta viszonya, vagy legalábbis személykapcsolata, vagy bizonyos vágyakozása, elképzelése, tehát ezért azt hiszem, hogy ez így pontos. Mégis azt gondolom, hogy bizonyos értelemben egyéni válaszokat lehet adni, hogy ki miért állt, hogy került szemben például
korábbi urbános barátaival, harcos társaival. És itt visszautalnék arra, amiről kezdtük is ezt a mai beszélgetést, hogy tulajdonképpen a 19-es élmények szerintem valahol mélyen beivódtak a szereplőnek a tudatába. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit egy ilyen nemzedék kérdés volt. Tehát a népiségnek az a nemzedék, amely a századforduló körül született, tehát a Veres Péter, Németh László, így és stb. Ők tulajdonképpen számukra a zsidó kérdés, hogy is mondjam, mint probléma, amit ugye Rudolf fejtegetett korábban, a politikai életben jelenlő probléma, ez markánsabban jelent meg. A fiatalabb nemzedéknél, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Bibó, Erdei Ferenc, ez már egy másodrendű kérdésé válik, hogy meg sem jelenik, vagy ami sokkal izgalmasabb bennél, észreveszik azt, hogy tulajdonképpen itt a gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok hallatlan összetettségéről van szó, és ezáltal keletkeztek sokszor a külső szemmel ilyen hamis beállítódás, hamis képek, amely ott esetben, ahogy szerintem érzelmek tártvajává lehet. Tehát én ebben ragadnám meg igazából a népiek különböző szereplői közötti különbségek, és ez vezethetett oda, hogy tulajdonképpen ugye egy Erdély Józseftől, Bibó Istvánig húzódó nagyon széles kárt húzhatunk, vagy például mondjuk a Szabó Zoltánnak, aki ugye emigrációba ment, és egészen alá jutott, hogy a cionizmus bizonyos irányzatait, képviselőit ismerte, olvast, és lehetőséget látott bizonyos értelemben olyan párzamok kialakítására, ami egy korszerű magyar nemzetesztőnek is az alapjára lett. Megjegyezném csak, hogy ezt a kamera nem látja, de a kamera mögött ül Novák Attila, Gotze intézetbeli munkatársam, aki nem régen jelentetett meg a BBC History-ba, azt hiszem, egy tanulmányt a népiek és a cionizmus kapcsolatáról. Azt hiszem, hogy körülbelül másfél órája beszélgetünk, ez tarthatna és folytatódna az a beszélgetés nyilvánvalóan hosszú-hosszú órákon át. Nem akarom senkibe sem belefolytani a szót, ha valami nagyon fontosat akar mondani. Nyilvánvalóan rengeteg minden lényeges dolgot kihagytunk, de ez egy belejárója ennek. Hát talán majd a folytatásban meg fog jelenni az, hogy van egy nagyon sajátos fajta antiszemitizmus, ami egy idő után jelenik csak meg, amit úgy nevezik, hogy rejtett antiszemitizmus, ami egy egészen új jelenség lesz majd az érvelés, amikor maga az ér, az antikommunizmusnak tűnik, holokauszt relativizmusnak a formájában jelenik meg, vagy Izrael kritikában jelenik meg, de a mögöttes lévő szándékot is, ha megnézem, akkor jól látható, hogy ugyanaz az antiszemitizmusa működteti még 45 előtt az, ami még nyíltan megjelent. Na de ez majd egy következő beszélgetés. Reményeink szerint, és akkor ezzel lesz egy trükkös és könnyű átmenet a konfliktusra, ami az, hogy egyből köszönöm Pap Istvánnak, Gellért Ádámnak és Paksa Rudolfnak a részvételt a Goldszer Intézet nevében. Köszönöm a Orzsénak, amely a rabi képző dísztermét a rendelkezésünkre bocsátotta. Reményeink szerint következő kerekasztal beszélgetésünk a holokausztról szól, majd azután lesz egy beszélgetés reményünk szerint a Kádár korszakról, vagy egész a 45 utáni korszakról, ahol nyilvánvalóan ez a kérdés is fel kell, hogy merüljön, hiszen magától adódik ez a téma. Köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt, és kérem, kövessék tovább a Kocsi Intézet működését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!